Sok szeretettel köszöntöm a sajtó munkatársait mai sajtótájékoztatómon, melynek témája a magyar kormány még a vízkormányzással sem bír, nemhogy az országéval. Egészen paradoxon a dolog, hiszen hétvégén a Homokhátságon, Szegeden azért tüntetett a Mi Hazánk Mozgalom, azért hívott életre egy gazdatüntetést, mert sajnos a homokhátság lassan sivataggá válik és teljesen kiszárad, hiszen már csak fele annyi csapadék esik ebben a térségben, mint amennyi elpárolog. Most pedig itt a hátam mögött láthatja mindenki a megáradt Dunát, gyakorlatilag a sivatagból árvíz lett, mire a fővárosig eljutottunk, és azt gondolom, hogy a vízgazdálkodás terén le kéne szögezni azt, hogy nem jó az a fajta vízgazdálkodás, amit a kormány jelen pillanatban megtestesít, hiszen az a cél, hogy az árvíznél minél előbb leeresszük a többletvizet az országból, ehelyett pedig a Mi Hazánk Mozgalom azt képviseli, hogy vissza kéne térni a mélyártéri vízgazdálkodásra, és ebből az áldásos vízből minél többet kéne felfogni annak érdekében, hogy ne keletkezhessen még egyszer egy olyan helyzet, mint ami 2022 nyarán, vagy éppen a mostani nyáron is, amikor a fél ország kiszáradt, és az aszály rengeteg kárt okozott. Éppen ezért mi addig fogjuk ezt a témát ütni, amíg végre a magyar kormány elindul a vízgazdálkodás útján, és végre megvalósít belőle valamit, amit mi kitalálunk, és amit mi javasolni fogunk, hiszen ezt a vizet, ezt nem lenne szabad átengedni az országon, ezt meg kell tartani, hiszen amit most ilyen módon elenged az ország, az gyakorlatilag 3,5 balatonnyi víztömeget jelent. Azt gondolom, hogy ennek a vízmennyiségnek pedig bőven lett volna helye az ország több pontján is. Éppen ezért a Mi Hazánk Mozgalom nevében a múlt héten egy határozati javaslatot adtam be annak érdekében, hogy minél előbb elindulhasson hazánkban a valódi vízgazdálkodás.